Így néz ki egy szokásos szerda délutáni edzés az asztali teniszezőkben Tábornok utcai csarnokában. Folyamatosan érkeznek a különböző csapatok játékosai a tréningre, a kicsiktől a felnőttekig. Timafalvi Gergő az EGRI Coop SC Városi Sportiskola legeredményesebb utánpótlás korú játékosa. Mivel a férfi felnőtt csapat ebben a szezonban nem indult az Extraligában, bár az előző szezonban kivívta a bennmaradást, az EGRI szakvezetés úgy döntött, Timafalvi a fejlődés érdekében a Szeged Extraligás együttesében kölcsönjátékosként szerepel. A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium érettségi előtt álló tanulója hétközben Egerben készül, és csak a bajnoki mérkőzésekre utazik Szegedre. Egyéniben továbbra is az egrieket képviseli. Válogatottként a 2016-os ifjúsági Európa-bajnokságon a 15. helyen zárt. A decemberi országos bajnokságokon utoljára szerepelt az ifjúsági korosztályban. A 21 éven aluliak magyar bajnokságán egyéniben egészen a döntőig jutott, ahol csak az idegen légiós Ecseki Nándortól kapott ki, így ezüstérmes lett. Szintén decemberben a vegyes párosok utánpótlás országos bajnokságán a fővárosi Fehér Orsolyával az oldalán az ifjúságiaknál bajnoki címet, míg a 21 éven aluliaknál bronzérmet szerzett. Szeretnék bekerülni a válogatottba mindenféleképpen, a felnőtt válogatottba. Először még az érettségit szeretném jóra letudni, utána pedig mindenféleképpen szeretnék Pestre menni tovább tanulni. 2017-ben Timafalvi egyéniben már csak az U21-es bajnokságokban és a felnőttek között szerepelhet. Csapatban pedig EGRI vendégjátékosként a jelenleg az Extraligában harmadik Floratom Szegedet erősíti.